A temesgyarmati temetőből exhumálták a Báró Ambrózy családot. Köztük a magyar méhészet megalapítóját, Báró Sédeni Ambrózy Bélát, illetve fogadott fiát, Andort, aki az evangélikus egyháznak és a temesvári magyarságnak tett nagy szolgálatot a Trianon utáni években. Hogy miért döntött az evangélikus egyház az exhumálás mellett, hová kerültek a földi maradványok, illetve mit érdemes tudni az Ambrózy családról, hamarosan kiderül. A család régebben itt van a bánságban, tehát ugye Ambrózy Lajos és az ő fia is Lajos, ők azok, akik 1830-ban már megépítették Temesgyarmaton azt a családi kápolnát, ahová azután az Ambrózy családnak a tagjai voltak eltemetve, legalábbis nagy részük, akikről tudunk. És hát az evangélikus egyház szempontjából a két legfontosabb személy az mindenképpen Béla és Bélának a fogadott fia Andor. Báró Ambrózy Béla 1838-ban Temesgyarmaton látta meg a napvilágot, a felépített, de még nem felszentelt temesvári evangélikus templomban keresztelték. Bécsben tanult, majd 17 évesen belépett a hadseregbe. Egy hadjárat során megismerkedett az olasz méhészettel. Leszerelését követően visszatért családja temesgyarmati birtokára, ahol mezőgazdasággal és méhészettel foglalkozott. Leginkább a méhészettel foglalkozott, és ugye miután a házasság révén az Ambrózy család tulajdonában került a Gyürki családnak a temes remetei, meg temesgyarmati birtoka, ezeken a birtokokon tartott ő méheket, sokat járt külföldre, mindenfele tanulmányozta a méheknek a viselkedését, és több rajt is hozott, nem tudom, Rajna mentéről, meg más vidékekről, és kísérletezgetett, hogy melyek azok a fajok, amelyek ellenállóbbak, például az időjárás viszontagságaival szemben, és keresztezés által elért teljesen új fajokat is, amelyek az ő nevéhez köthetők. A bánságban kezdetben furcsának minősített szenvedélye miatt a helybéliek a háta mögött elkezdték bogaras vagy mézes bárónak nevezni. De mindenki komolyan vette, miután bebizonyította, hogy a gabonatermesztésnél lényegesen jövedelmezőbb a méhészkedés. 1896-ban írta a Méh című könyvét, mely máig alapmű a szakmában. Európa hírű, tekintélyes méhészetet alakított ki Temesgyarmaton. Eredményeinek köszönhetően a mézhozam megötszöröződött családonként, elérve a 33-35 kg-ot is. Közel 40 éven keresztül méhészkedett, kiállításokon mutatta be rajait, előadásokat tartott, szakmai lapokba írt cikkeket, több mezőgazdasági és méhészeti egyesület alapítója, illetve vezetője volt. Emellett politikai és katonai pályát is befutott. Béla az, ameddig még ugye egybe volt az ország, addig a Békés-Bánáti Evangélikus Egyházmegyének a világi felügyelője volt, és azután, miután a határokat módosították, és újra alakult a Romániai Evangélikus Egyház 1921-ben, akkor 26-ban az ő fogadott fiát Andort választották meg a Romániai Evangélikus Egyház főfelügyelőjévé, tehát ez a legmagasabb világi méltóságot jelenti a mi egyházunkban. Báró Ambrózy Andor a bánsági magyar párt és a Magyar Ház RT elnöke is volt, kimondottan nehéz időkben. 1932. november 2-án hunyt el. A korabeli újságcikkek szerint távozása óriási veszteség volt a temesvári magyaroknak. Andort a családi kriptába temették. ...1830-ban építette fel Ambrózy Lajos, családi sírboltnak szánta,
és az is volt. A történet azonban az, hogy ugye Ambrózy Andorral kihal a bárói családnak ez az ága. Az ő temetéséről azt jegyezték fel, hogy a temetésen a családi címert fejjel lefelé állították a kriptában, ezzel jelezve, hogy véget ért a bárói ág. Utódok nélkül halt meg Ambrózy Andor, és ettől kezdve, ugye őt 32-ben temették el, ettől kezdve abba a kriptába nem volt senki eltemetve, nem is gondozta senki, nagyon sokszor kifosztották, a teteje beszakadt, kinőttek a növények a közepéből. Azt is olvastam egy helyen, hogy a gyerekek játszottak ott a koponyákkal, és egymást ijeszgették a temetőben. Tehát a márványtáblákat, mindegyik síron volt márványtábla felirat, azokat összetörték, elvitték, ellopták. Összesen egyet találtunk, amelyik viszonylag érintetlen állapotban volt, és ezt valószínű azért nem lopták el, mert nagyon erősen be volt malterozva a falba. 1820-ban született. A méltatlan helyzet orvoslására döntött úgy az evangélikus egyház, hogy a kriptából kiemelik a bárói család földi maradványait. Megjegyzendő, hogy nem csak az Ambróziak temetkeztek ide, hanem házasság révén a Gyürki család is. Az exhumálásra 2021 őszén került sor. Az igazság az, hogy a hátam is borsózik attól, amit láttam. Legalább, ugye tudjuk jól, hogy többször kifosztották ezt a sírkamrákat, ezeket a sírkamrákat, és nagy meglepetésemre legalább 3 vagy 4 szinte érintetlen koporsót találtunk, ami nagyon meglep, és nyilván oda fogunk figyelni, amikor majd rákerül a sor, csak egyszer ki kell takarítani a törmeléket, utána majd. Azt lehet tudni, hogy melyik volt egész konkrétan Báró Ambrózy Béláé? Szerintem meg fogjuk látni, amikor kivesszük a koporsokat, talán rá van írva. Reménykedünk benne. Sajnos csak egyetlen érintetlen márványtábla maradt meg. A többit nem csak leszették, hanem el is lopták, valószínűleg újrahasznosítás céljából. A több köbméter tégla, föld és hulladék kitakarítása után a szakemberek felnyitották a koporsókat. Feliratok hiányában sajnos az elhunytak beazonosítása lehetetlen volt. Azokat a koporsókat pedig, amelyik viszonylag érintetlenek tűntek, azokból kiszedtük mi a csontokat, és hamvasztás után egy urnába helyeztük el, illetve 2 urnába, amelyek itt vannak az evangélikus templom falában elhelyezve. Ma már az urnákat márványtábla fedi, melyet jövőben fognak leleplezni. A temesgyarmati Ambrózy kriptán állagmegőrzést végeztek. Az exhumálás legfőbb anyagi támogatója a Magyarországi Agrárminisztérium. Nyugodtan a békében. Az Ambrózy család temesgyarmati udvarháza sajnos ma már nem létezik. A szomszédos Temes Remetén 1830-ban Ambrózy Lajos építetett kastélyt, mely 1849-ben katonai kórházként szolgált. Egy évszázad múlva turistakomplexum és fogadó létesült benne. Érdekesség, hogy a rékesi pincészet egyik borát a kastélyról nevezték el, tehát magával a névvel találkoznak az emberek. A család név talán a legváratlanabb helyről is kapott támogatást. Böszörményi Gyula írja az Ambrózy Báró esetei című sorozatot, 2015 óta máig 6 rész jelent meg. Az 1900-as évek körül játszódó történetek csak kis részben tartalmaznak valós elemeket, de a ponyva irodalom kedvelői nagyon élvezik a könyveket. Ebben Báró Ambrózy Richárd kitalált szereplő, de a családja valós személyekből van összeállítva.